Az adás első felében a HVG mai írását már sokszor idéztük önöknek, ami arról szólt, hogy jelenthetett Orbán Viktor, vagyis adhatott információkat az elhárításnak, az állambiztonságnak Simicska Lajosról, akár igazat is mondhatott Simicska Lajos, de hogy ennek nyomát biztos, hogy nem találjuk, mert hogy a 3/4-es ügyosztály különösen társadalmi kapcsolatai, azok nem is biztos, hogy lejegyzésre kerültek, beszervezési dokumentum nem. Megkérték, mondjon valamit, megzsarolták esetleg, mondjon valamit, de akár önként is mondhatott valaki valamit. Aztán ez az írás is azzal kezdődik, hogyha ezt pár hónappal ezelőtt tette volna Simicska Lajos, hogy ilyet mond a harcostársára, barátjára, akkor gyakorlatilag tényleg tönkre is tehette volna pár másodpercen belül Orbán Viktor miniszterelnököt. De így, hogy a kijelentését két héttel megelőzte az a bizonyos péntek, amikor hát nem túl szép kifejezéseket használt Orbán Viktorra, így már hitelét vesztette Simicska Lajos bejelentése. Én nem tudom, hogy ez igaz-e, Török Gábor majd megmondja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval, hogy így már nem durrant akkor át? Szerintem nem mondja meg Török Gábor elsőben azért, mert mielőtt bármit mondanék ezzel az ügyel kapcsolatban, szerintem az fontos rögzíteni, hogy nem lehet semmit mondani, ami végleges lenne egy olyan ügyről, aminek az elején, közepén vagy valahol vagyunk. Tehát egy kicsit az az érzésem, mint hogyha néznénk egy izgalmas, fordulatos krimit, és a 30. percben kellene megmondom, hogy ki lesz a végén a gyilkos, vagy ki lesz az, aki meg fog halni. Én tökre szeretem az ilyen vetélkedőket, tehát amikor így kitalálhatom. Tehát most próbálunk logikát vinni az esemény sorozatba, és ítéletet hirdetünk, hogy Simicska itt rontott el, Simicska itt volt zseniális, Orbánnak itt ezt kellett volna mondania. De egy esemény sorozatnak a valamelyik pontján, szerintem még az elején, vagy a közepén, de semmiképpen nem a végén, próbálunk logikát vinni, pedig nem tudjuk a folytatást. Tehát majd utólag fog az kiderülni, hogy Simicska Lajos mennyire volt zseniális ebben az esemény sorozatban. 35-40 év múlva fogunk erről beszélgetni? Nem, szerintem ennél azért ez egy rövidebb lefutású ügy lesz, de semmiképpen nincs még a vége. Tehát szerintem el lehet mesélni úgy a történetet, hogy Simicska mennyire elrontotta, ahogy a HVG elmeséli. De el lehet úgy is mesélni a történetet, hogy milyen ügyesen építette fel azzal, hogy egy olyan regiszterben, nem tudom másképp mondani, szólalt meg, amiben hirtelen a témát a bulvárlapok címlapjára vitte, a figyelmet magára irányította, majd elkezdte szivárogtatni ezeket az ártalmas információkat, és ezáltal micsoda nimbus rombolást tudott elérni. Tehát mind a két történet ma még szerintem párhuzamosan elmesélhető. Ezért szórakoztató számomra, vagy inkább elkeserítő ezeket az elemzéseket hallani, olvasni, hogy ki az okos és ki a buta ebben a történetben, mert ma még nem tudjuk. De itt most nem is kell azt mondani, hogy okos vagy buta, de gondoljon bele, csak ebbe a felütésbe, hogy a HVG írása kezdődik, hogyha az a bizonyos péntek, amikor csúnyákat mondott Simicska Lajos Orbán Viktorra, az a Simicska Lajos, akiről él egy ilyen képünk, aztán semmi. Tehát soha senkinek nem nyilatkozott, egy pénteki napon meg, aki felhívta, annak elmondta, hogy írja le, hogy Orbán Viktor micsoda. Ha ez nem történt volna meg, de egyszer csak a semmiből Simicska Lajos megszólal, és azt mondja, hogy hát kérem szépen, az van, hogy eddig én biztos voltam benne, de most már meginoktam, és nem vagyok benne biztos, hogy őt nem szervezte be az állambiztosság. Szerintem is nagyobbat durrant volna, nem? De nem durrant volna akkor, hát amennyit valószínűleg ő szeretne. Tehát itt nincs a vége ennek a történetnek, ez a fontos. Tehát mi a következő lépés, és még a következő? Azt szerintem csak Simicska Lajos tudja. De hogyha nála van az atombomba, és nem fél használni, akkor teljesen mindegy, hogy hogyan építette fel ezt a történetet, sőt, akkor azt gondolom, hogy ez nem volt egy rossz felépítés. Ha mi lehet az atombombáját? Hát, sok minden lehet az atombomba, például egy bizonyíték ebben az ügyben, amiről beszél, vagy valamilyen más típusú Orbán Viktorra nézve terhelő vád megfogalmazása, és nem csak vád megfogalmazása, hanem bizonyíték előhozása. Nem tudjuk. De ugye ennek a mostani Simicska interjúnak van egy érdekes része, ez a moszkvás rész. Szerintem, de hát ez persze abszolút csak a kremlinológus vagy a simicskológus mondatja belőlem. Simicskológus? Jó, oké. Ez teljes szótörés, igen. Hogy ez nem feltétlenül és nem biztosan Moszkváról szól. Simán lehet ez egy üzenet, ami arról szól, hogy van bizonyíték, valahol van, és lehet, hogy nálam van. Tehát annyi értelmezése van ennek a történetnek most, hogy én biztos nem vállalkoznék arra, hogy eredményt hirdessek, vagy azt mondjam, hogy ki nyerhet. Az biztos, hogy teljesen, és ez a fontos szerintem elemzői szempontból, hogy itt nem két azonos helyzetben lévő ember küzdelméről van szó. Teljesen más jelent számukra a győzelem, a vereség, és más jelent az is, hogy mi az, ami árt, és mi az, ami használ. Tehát nem ugyanazon a pályán játszanak tulajdonképpen. Az egyik teniszezik, a másik meg boxol, szóval nagyjából ez a helyzet. És ezért más is az, amikor az egyik sikert érhet el, vagy a másik. Szerintem ellentétben másokkal, Simicska sokkal jobb helyzetben van ebben a vitában. Tehát neki nincs vesztenivalója?
Van, biztos, hogy van. Nem tudjuk az ő cél függvényét, tehát ugye azt tudni kellene, hogy neki mi az igazi veszteség, anyagi veszteség, vagy más jellegű veszteség, de miután ő nem egy politikai szereplő, egészen másképp tud veszíteni, mint Orbán Viktor. Orbán Viktorral kapcsolatban már ez, hogy egy ilyen, hát eléggé egyelőre gyenge lábakon álló vád megfogalmazódik, ez is ártalmas. Orbán Viktor azt mondja Simicska Lajosra, hogy csimbum cirkusz, meg azt mondja róla, hogy nem is emlékszem, hogy miket mondott. Sértettség. A sértettség beszél belőle. Ez teljesen irreleváns Simicska Lajos, nem tudom, célfüggvényében. Neki nem ártanak ezek a mondatok. Neki egyedül és Orbán Viktornak mindaz, amit Simicska Lajos mondott eddig rá? Szerintem igen, hát hogy ne. Hát minden ilyen vád megfogalmazása, lebegtetés árt, különösen valaki olyas valakitől, tehát aki nem az ellenzék politikusa volt az elmúlt időszakban, hanem aki, és azért itt szerintem érdemes egy pillanatra elgondolkodni, akinek az elmúlt 4 évtizede talán a magyar politika legsikeresebb projektjének létrehozásáról szólt. Tehát ez a két ember, Simicska Lajos és Orbán Viktor, 70-es évek végén Székesfehérváron egy középiskolában ismerkednek meg, együtt járnak katonaságra, hogy a Bibó kollégium, majd a Fidesz létrehozása, és ez a két ember létrehozza 2010-re Magyarország legsikeresebb politikai és gazdasági vállalkozását. Elképesztő sikereket érnek el együtt. És ez mi az, hogy egy sikeres gazdasági és politikai vállalkozás? Mind a kettőt nézzük. Mitől sikeres egy politikai vállalkozás? Az, hogy megnyer egy választást? Hát kétharmaddal megnyer egy választást, és lehetősége van arra, hogy átalakítsa az ország politikai rendszerét. Tehát, honnan indultak és hova jutottak el. És ez a két ember fordul egymással szembe. Tehát ez tényleg egy görög dráma, vagy görög tragédiaként is gyönyörűen megírható lenne mindaz, ami velük történt. Ugye nem tudjuk még a végpontját ennek, de az látszik, hogy Simicska Lajos most hát finoman fogalmazva és elszántnak tűnik arra, hogy véget, hogy pontot tegyen ennek a történetnek a végére. Hogy Simicska Lajos első felindultságában nyilatkozott volna azon a bizonyos pénteken, azt én első perctől kezdve kétségbe vontam, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Ráadásul hirtelen felindulásból lehet egyszer káronkodni, akár még másodszor is kicsúszhat valami a számon, de 14-szer az már kicsit gyanús, hogy írja le Orbán Viktor 1G. Tehát, hogy ezt csak megfontoltam. Ezzel mi a cél? Tehát, hogy a sérthetetlen, érinthetetlen, nem is tudom, a népvezérről lehet ilyen csúnyát mondani, és nem egy ellenzéki vezérnek, hanem a harcos társnak. Tehát, hogy ez lehetett a célja? Hát szerintem két célja volt, az egyik a figyelemfelkeltés. Tehát, sikerült? Amit mondtam, a regiszterben beszélt, ami utána mondjuk a legolvasottabb magyar bulvárlap címoldalán volt. Két fénykép, és maga a pont, és az a négy betű, ami még a ponton kívül volt. Szóval, hogy ez volt az egyik cél, a másik pedig láthatóan az alapvető cél az a sárba lerántás. Tehát valóban a szobrának a ledöntése, a nimbuszának a megtörése, amit szerintem láthatóan folytat. Egyértelmű, hogy ez a cél. Gulyás Gergely azt mondta itt nekem a héten, hogy ez még jobban összekovácsolja a Fideszt. El tudja ezt képzelni? Tehát, hogy most baj van, most kell vigyázni a vezérünkre, óvjuk, védelmezzük, vagy... Egy pontig el tudom képzelni. A kérdés még egyszer a folytatás. Tehát van egy pont, szerintem most még itt tartunk, ami mondjuk a Fideszen belül, tehát most, hogyha a Fidesz politika elitjét nézzük, nem kezdi ki a miniszterelnöknek a tekintélyét, más kérdés a szavazóbázis, ott azért ez akár már most ártalmas lehet ezen a ponton, de van egy, hogyha ez folytatódik, és újabb ütések jönnek, akkor ez egyáltalán Orbán Viktor vezetői képességeit, tekintélyét, karizmáját, sok mindent kérdőjelezhet meg. Tudom, hogy most a baloldal ünnepli Simicska Lajost, a jobboldal pedig nem emlékszik arra, hogy ki is az a Simicska Lajos, de hát azért mégiscsak Simicska Lajos a második, vagy az első, de az első két legfontosabb emberek között volt a Fidesznek. És ez jó volt, ez a második, vagy az első. Igen. De mindenképpen az első kettő. Az első kettő, szerintem ebben megállapodhatunk. Szerintem meg itt van az egésznek a gyökere. Persze. Tehát, hogy a második, vagy az első? Lehet, hogy ez volt a tét, de az első kettőben benne volt. És, hát de igen, csak nem mindegy, hogy másodikként, vagy elsőként. Nem mindegy. Szerintem nem mindegy. A második, az eddigi második azt mondta, hogy szeretnék én már első lenni. Én akarok első maradni. Tehát valahogy így indulhatott. Hát szerintem azért más volt ez a helyzet. Én ennél mellérendeltebbnek gondolom az ő kettőjüknek a viszonyát a Fideszben, meg felosztottabbnak. Egyszerűen a hatalmi logika azt kívánta, vagy a hatalmi logika arra vezetette a miniszterelnököt, hogy
azt a kormányt, amiben őt mindenki omnipotensnek gondolta, vagy kívülről azt gondolták sokan, hogy ő a mindenható Isten király császár vezetője ennek a kormánynak, az valójában így is vezesse, és ne egy Orbán Simicska kormány legyen. De a kérdés azért volt fontos szerintem, mert a Fidesz politika elitje ezt tudja. Tehát azok, akiknek a szavazatán döntésén múlik az, hogy hogyan gondolkodnak Orbán Viktorról, azok tudják, hogy ki az a Simicska Lajos. Tudják azt is, hogy mire lehet képes, és tudják azt is, hogy miért alakult ki ez a helyzet. Kinek a döntéséből lett az Simicska Lajos, ami, és kinek a döntése miatt jutottunk ide, ahol most vagyunk. Tehát ezt a rendszert Orbán Viktor építette fel, most politikai értelemben. Ketten együtt, de az, hogy Simicska Lajos is építhette, az Orbán Viktorhoz kötődik. Ezért a sikereit, ért Orbán Viktort ünneplik, de az esetleges kudarcaért is Orbán Viktor tehetik felelőssé a Fideszben. Ezért mondom azt, hogy talán Gulyás Gergelynek az a mondata nem biztos, hogy megállja a helyét, abban az esetben, ha ez az ügy tovább lendül. Ha itt vége van, akkor igaza van. Mitől lenne vége? Ugye egy összeütközésnek, egy mindegy, hogy más háborúnak hívjuk, vagy van alapvetően két szereplője, ezt már a héten elmondtam, vagy az A győz, vagy a B győz. A harmadik variáció, hogy kiegyeznek. Egyiknél se tudom elképzelni, hogy mi a vége. Tehát mi van akkor, tehát Orbán mivel tudja Simicskát megállítani, legyőzni? Simicska mivel tudja Orbánt megállítani, legyőzni? Ha kiegyeznek, akkor tegyünk úgy, mint a csúnyát mondtál rám, meg kicsit leügynököztél, de felejtsük el. Tehát egyiket se tudom elképzelni. Jó, hát ugye itt van a politikai elemzés paraván jellege, hogy most itt olyan ügyekről beszélünk, amelyek aztán tényleg a színfalak mögött vannak, és ugye mindenfajta sajtótalálgatást lehet arról írni, hogy melyikőjük keresi a másikukat, és hogyan, de ez nem a normális parlamentáris demokráciában megszokott kormány-ellenzék viszony, amikor tudjuk, hogy nagyjából az események jelentős része az asztal fölött játszódik. Itt nem. Itt az asztal alatt, tehát ebben nem tudunk szerintem belemenni, hogy azt elemezgessük, hogy kinek milyen eszközei vannak. A nyilvánosság eszköze valóban Simicska Lajos rendelkezésére áll most, nem csak azért, mert médiája van, hanem azért, mert láthatóan muníciója is van. Tehát amit az előbb mondtam, hogy valószínűleg van nála sok taktikai atomfegyver, a kérdés az, hogy ezeket be akarja és tudja-e vetni. Nekem az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy erre van benne szándék. Ennek a két szereplőnek mindig minden körülmények között van nyilvánossága, az biztos. Tehát ők meg tudják találni az egész biztos a nyilvánosságot, tehát hogy senki nem fog nevet mondani. Orbán Viktor nem tudja használni Simicska Lajossal szemben ezt a nyilvánosságot, mert az nem árt Simicska Lajosnak. Ezt kell látni. Igen. A saját magának viszont árt, ha tudja. Ha már a Fidesz összetartó erejét, hogy kovácsolja, bomlasztja, vagy sem, ennél a témakörnél jártunk, akkor lazán, de mégiscsak ehhez tartozik a Fidesz összetartó erejéhez a broker botrány és azoknak a sorozata így az elmúlt napokban. Ugye, nagyon hevesen próbálta a Budakes ügyet a Fidesz rákenni a szocialistákra. Aztán pár nap múlva kiderült, hogy van egy Questor ügy is, amit már azért hát balgaság lenne azt mondani, hogy ez egy szocifészek volt, és hú, megint itt van a harmadik szocialista broker botrány. Tehát itt mintha valami kommunikációs bakit követett volna, nem kicsit a Fidesz, amikor próbálta egyik oldalra tolni ezt az ügyet, nem gondolja? Hát kommunikációs bakit követett el, tudta, hogy mi lesz a következő lépés, de nem hiszem, hogy a Fidesz tisztában volt az, hogy a Budakes után a Questor következik, és még most se tudjuk, hogy ez megáll-e, és mi lesz a következő lépés. Kicsit valóban bohózatba illő megnézni ezeket a közleményeket, amikor a Fidesz szocialista brókerbotrányról, az ellenzék pedig fideszes, akármi csodáról beszél, ez a politikának a szórakoztató műfaj részéhez tartozik szerintem. Mert a Questor ügyben azért nehéz lenne a kormányszálat letagadni, hát hiszen külügyminisztériumnak szerződései voltak a Questor érdekeltségébe, csoport érdekeltségébe tartozó oroszországi, törökországi kirendeltségekkel, tehát hogy itt közpénzen kötött szerződésekről is szó volt. Hogy valóban kapcsolatban álltak vele kormányzati politikusok, illetve politikai intézmények, vagy kormányzati intézmények, de ez ugye, most hogyha messzebbről tekintünk erre a dolgokra, ez persze politikailag ártalmas, mert elő tudunk hozni fényképeket, stb., de tartalmilag ugye azért nem gondoljuk, hogy amiatt ment csődbe a Questor, mert Szijjártó Péter együtt fényképezkedett Tarsoly Csabával, ahogy egyébként a szocialista szál esetében is ugyanezt gondolom, hogy azért, mert a bajnai kormányban ilyen-olyan tagok voltak, attól még nem gondoljuk azt, hogy a Budakest csődjét... Hát ezt most senki nem mondta, hogy azért, mert volt kormány, vagy ilyen, vagy olyan pár.
párt kapcsolata. Ez szerintem ez elemzésre méltatlan arról beszélgetni, hogy ez fideszes vagy szocialista brókerbotrány. Egyik sem, természetesen. Egy brókerbotrány, aminek rengeteg áldozata lesz, és politikailag persze a pártok megpróbálják kihasználni, de hát ezt már megszoktuk Magyarországon. De ott azért nem kell nagyon csűrni, csavarni, hogy mondjuk az ellenzék ki tudja használni, hogy itt komoly fideszes szálak vannak. Budakest ügyben az, hogy volt egy ember, aki ott dolgozott utána a Bajnai kormány idején meg a MÁV-nál, tehát hogy az egy kicsit lazább kapcsolatnak tűnik, mint a Tarsoly szál, nem? Hát nem tudom, tehát szerintem fideszes brókerbotrányról, vagy akár szocialistáról akkor lehetne beszélni, hogyha a Fidesz politikusai, vagy szocialista politikusok döntései nyomán alakult volna elő ilyen helyzet. Az, hogy ismeretség körükben szerepel, velük együttműködött, az politikai kommunikációban nem tagadom kihasználható, amúgy egyébként viszont szerintem nincs jelentősége, tartalmi jelentősége nincs. De azért mondjuk nagyon sok károsult megorrolhat a Fidesz kormányra most emiatt. De még a Budakest ügy miatt is, mert hogy milyen ellenőrzés az, és mondjuk károsultként tényleg nem érdekel, hogy 2009-ben kidöntött úgy, hogy 2010-ben ellenőrizzék, aztán majd csak 15-ben. Engem az érdekel, hogy hol a pénzem, és az meg most tűnt el. Igen, ennyiben igaza van a felvezetésének, vagy a kérdésének, hogy én korábban is mondtam, hogy tényleg ez az érzet, hogy ami korábban mindig minden bepattant a kapufáról, most mindig kifelé jön. Tehát, hogy amikor a Budakest botrány, akkor úgy tűnt, hogy a Fidesz sikeresen tudja áttematizálni ezt egy ilyen szocialista brókerbotrány, aztán jött a Questor. Tehát, hogy mindig most jön valami, ami a fideszes törekvéseknek, vagy kommunikációs terveknek keresztbe tesz. Tényleg, tehát valóban ez egy szerencsétlen időszak. És holnap péntek. Időszak, igen. Hát majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.